nektek ez hogy esik, hogyha titeket magáznak? Tisztelet felétek? Én nagyon nem szeretem. Én igazából azt is megértem, hogy ő ezzel valószínűleg megtisztel minket, de én nagyon nem szeretem, mert azért gyerekek vagyunk, és ők meg a idősebbek, úgyhogy szerintem az a természetes, hogy mi őket magázzuk, ők meg minket tegeznek. Én úgy gondolom, hogy a magázás tegezés szerintem egy kölcsönös dolognak kéne lennie. Ha egy felnőtt a bizalomba akar férkőzni, és én nem akarom, akkor az nagyon pórul fog járni. Anyukám, attól függ persze, hogy kivel beszélem meg a problémáimat, de anyukám nagyon örül neki, hogy végre megbeszélem valakivel a dolgaimat, meg főleg, hogyha olyan emberről van szó, akivel megbízik, akkor ő örül, hogy valaki más tanácsot tud nekem adni, mert mondjuk tudja, hogy én úgyse fordulnék hozzá. Ha barát jön oda, akkor azt nagyon jó néven veszem, mert akkor tudom, hogy én ezt ugyanúgy majd legközelebb én is vissza tudom neki adni. Na jó, nem így, hogy legközelebb majd én is el tudom neki mondani a problémáimat. Ha van egy barátod, és ő ilyen nagyon bizalmas dolgokat mond el, akkor néha, ha mondjuk én vagyok az egyetlen bizalmasra, akkor nekem tök nehéz, mert tudom, hogy nekem minden pillanatban igazából készen kell állnom arra, hogy ő elmondjon valamit, mert csak nekem mondja el. Én mindent elmondok a szüleimnek, amit fontosnak tartok. Jegyeidről nem szoktál vele beszélgetni? Egyáltalán nem, mert anya látja, hogy mennyit tanulok, és nem vár el többet, és majd hát hónap végén odaadom neki az ellenőrzőt, ránéz az ellenőrzőre, azt mondja, hogy hát ja, körülbelül úgy gondoltam, hogy ilyen, és visszaadjat. Mi az, amit semmiképpen nem mondasz el nekik? Tanulás, lányok. Az nagyon örülök neki, hogy mindegyik szülőm, nagyszülőm rendkívül okos, mérnök és nem tudom, jogász, doktor, de én nekem ez nem megy, vagy hát egyelőre úgy látom, és nagyon nem szeretem, amikor ők magukhoz próbálnak engem hasonlítani, vagy hogy próbálják azt elérni nálam, hogy én is olyan legyek, mint ők. Viszont én azt szeretem egyébként, hogy nekem anyukám ő tud titkot tartani, szóval ha megmondom neki, hogy ez titok, akkor az tényleg titok marad, és csak ő tudja. Én például azért nem szeretek otthon sok mindent elmondani, mert egyrészt tudom, hogy nem tud senki titkot tartani, de viszont az zavar engem, amikor elmegyek a nagy családi összejövetelekre, akkor azt hiszi a család, hogy tudnak rólam ilyen nüansznyi dolgokat, mint hogy milyen tanuló vagyok, meg miképpen kivel járok, meg ilyen abszolút nem annyira fontos dolgokat. Persze, hogy szerintem a szülők nem olyanok, hogy mindenre pontosan, percre pontosan tudni akarnak, hogy mi hogy volt, hanem tudják, hogy a gyerekük jól van, ez történt velem, meg az történt, meg itt volt, ott volt, ezzel, azzal, és ennyi. Ők se. Nekik is van magánéletük, ugyanúgy, ahogy nekünk is van. És én nagyon szoktam azzal vigyázni, hogy mit mesélek el a szüleimről, meg mit nem. És az ő életükről például egyáltalán nem szoktam senkivel beszélgetni, de főleg azért is, mert néha én is úgy érzem, hogy keveset tudok a születésem előtti életükről.